Isten! Ma a húsvét utáni harmadik vasárnap, jubiláte vasárnapja van. Aki Krisztusban van, új teremtés, az ime a régi elmúlt, és újjá lett minden. Az újjászületés, az nem csupán a megtéréshez kapcsolódik, hanem amikor megszülettünk ebben a gyönyörű világban, akkor szintén a születéssel kapcsolatosan valami újat, valami addig ismeretlent láthattunk meg. Ma köszöntjük az édesanyákat. Természetesen gondolunk nagymamákra és keresztanyákra, és azokra az édesanyákra, akik most még nem anyukák, de a jövőben lehetséges, hogy édesanyák lesznek. Különleges ünnep a mai, hiszen hittanos gyerekek közül páran videóüzenetben köszöntik az édesanyákat. Természetesen Kiki saját maga családjában először ezt saját édesanyjával teszi meg. De itt a templomban, a gyülekezet közössége kapcsán gondolunk minden édesanyára, minden nagymamára, keresztanyára. Így legyen Isten tiszteletünk az Atya, Fiú, Szentlélek nevében. Amen. Örvendez Istennek egész föld, énekeljétek neve dicsőségét. Ő adott életet lelkünknek, és nem engedte, hogy lábunk meginogjon. Mert megpróbáltál minket, Istenünk, megtisztítottál, mint ezüstöt a tűzben. Áldott az Isten, a mi Urunk, Jézus Krisztus Atya, aki megajándékozott minket minden lelki áldással a Krisztusban. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen volt kezdetben, most és mindenkor, és mind örökkön örökké. Amen. Imádkozzunk! Mennyei Atyánk, köszönjük neked az életet, hogy örömmel vigyázol reánk, és bár sokszor nehézség vesz bennünket körül, de mégis örömöt adsz nekünk. Örömünk forrása a közösség, a veled való találkozás. Így áld meg mindazokat, akik életet adtak, a világra hoztak gyermekeket, gyermeket. Így könyörgünk, Kiki saját maga is teheti ezt otthon. Szüleiért, édesanyjáért. Áld meg az anyákat. Amen. Orsós dalma, édesanyám. Sok csillag van az égen, sokféle ember létezik, de belőle csak egyetlen egy létezik, ki nekem életet adott és a világra hozott. Bajlódik velem születésem óta, félt, óv, s állami őrzi kiskorom óta. Nézi, hogy növök, bíztat bátran, ne adjam fel soha álmaimat. Mellettem van jóban, rosszban, néha szigorú, de ez van. Köszönök neki mindent, amit tesz, értem. Nekem adhatnak ezernyi kincset, de semmit sem ér az anyai szeretet mellett. Nem tudom, mikor fogom meghálálni, de remélem, lesz rá alkalom. De még akkor sem biztos, hogy menni fog, mert amit eddig tettél értünk, és teszel, azt meghálálni nem lehet. Szavakkal is leírni lehetetlen, de egyet tudunk biztosan. Nincs nálad szebb kincs a világon, mint te, édesanyám. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi Atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassuk meg ma, jubiláte vasárnapján, amikor köszöntjük az édesanyákat is, Isten igéjét János evangéliumában, a 16. fejezet 21. versét. Így írja János. Amikor az asszony szül, fájdalma van, mert eljött az ő órája, de amikor megszült a gyermekét, nem emlékszik többé a gyötrelemre, amiatt az öröm miatt, hogy ember született a világra. Ez Isten igéje. Örömmel tekintsünk mi is előre, arra az örömre, amely mindjárt Kont Zsuzsának a dala szól a háttérben, melynek címe Mama kérlek. Ebben a szép dalban szerepel egy kisgyerek, aki beszélget édesanyjával. Ő azt kéri tőle, hogy meséljen neki. Mesélj el neki, hogy hogyan kezdődött az ő élete. Szeretné a kisgyerek azt is tudni, hogy miért is van ő a világon. Szerelemből vagy szeretetből. Az élet végtelenjét és értelmét faggatja. Ezek a szép szavak azonban nem fájdalommentesek. Egyiket se élhetjük meg úgy, hogy nincs benne vagy talán mögötte fájdalom s áldozat. Szerelem és szeretet. Nagyon hasonló szavak, és talán a fogalmak értelme is hasonló.
a szerelmet és a szeretetet tulajdonképpen azért mégis valami elválasztja egymástól. Mi is az? Nem csupán a kisgyerek kérdése ez, hanem a tiéd is. Ma jubiláte vasárnapján János apostol Jézust idézi. A mester övéhez szól, hogy ne féljenek a fájdalomtól, ne féljenek az áldozattól. Ha valakit igazán szeretsz, az nem múlik el. Az ő élete a te szívedben örökké megmarad. Jézust sokan szerették, és neki most el kell mennie szeretteitől. A búcsúzás mindig fájdalmas. Ugyanakkor ő azt ígéri, hogy vissza fog jönni. Igen, lehet, de az már nem ugyanaz lesz. A szerelem és a szeretet közti egyik különbség talán maga az áldozat. A szerelmet az ember úgy képzeli el, hogy az kölcsönös. És ez benne a becsapás. A szeretet működik egy oldalon is. Ez könnyen belátható, különösen anyák napján. Úgy szeretném meghálálni, vagy legalább megpróbálni. Kovács Kati dala is erről szól. Mit tehetnék édesanyám szeretete mellé, ami csak egy kicsit is felérne az ő áldozatával? A mai nap persze vannak erre kedves próbálkozások, melyek szintén maradandók. Itt is szeretném azoknak a hittanosoknak az üzenetét, videó üzenetét, hangját megköszönni, akik ma édesanyjuknak üzentek a net istentiszteleten. Ez higgyétek el, sokkal több, mint cukiság. Annak a szeretetnek a lenyomata, amit édesanyánktól kaptunk. Erre pedig az élet legcsodásabb válasza és hálája, csak is az az öröm lehet, amit az élet érkezte kapcsán érzünk. A szeretet ezen lényege maga a létezés, hogy vagyunk. Amint az Isten létezése is csak abban igazolható, hogy megteremtette az embert is, téged. Előtte ez nem volt kérdés. Isten szeretete is akkor öltött testet, mikor te megszülettél. És Isten szeretete még inkább akkor öltött testet, mikor megszületett az ő fia Jézus Krisztus. Minden leány édesanyja. Ez csak akkor manifesztálódik, mikor megszületik a gyermeke. Előtte is ő az a szerető, kedves teremtmény, de édesanyává csak is a te megérkezésed által válik. Végignézve, hallgatva a gyerekek köszöntését, nem is tudom, melyiket lehetne kiemelni közül. Nyilván az összesen, és azt, hogy a legtöbb köszöntőt meghatározta egyetlen szó. Ez a szó pedig biztos kitalálott, melyik volt. Ez a szeretet. De mégis kiemelnék azért egyet, mikor Borcsa és Barnabás azt mondja, hogy Isten nem tud mindenhol ott lenni, ezért megteremtette az anyukákat. Zseniális. Erről pedig az jut eszembe, hogy tudjátok-e, mi a házasság. Így anyák napján egy férfi mit is mondhatna zavarában. Nos, a házasság az, amikor egy nő örökbe fogad egy férfit, akiről az édesanyja már nem akar gondoskodni. Szerelem és szeretet. Mennyire maradandó fogalmak ezek? Evangélikus énekeskönyvünk, ő iménti énekének szövege, szintén beszédes. Jézusom, Krisztusom, én szerelmesem. Lelkem téged vajon hol is keressen? Ahová te vezetsz, csak oda megyek, hogy így mindörökké te veled legyek. Jézus búcsúzása meghatározza a világ sorsát. Önmagát adta, hogy neked is lehessen jövőd. Bűneink önző olykor, szerelmes vagy éppen szenvedélyes vágyaink miatt, ez szomorú. Azonban, ahogy a lányból fájdalom szülte anya lesz, úgy az Isten ismeret is Jézusban születhet meg a Golgotán. A gyermek megérkezik ebbe a veszélyes világba, de az aggódás, a fájdalom örömre változik. Amikor Jézus megváltó ismerete megérkezik ebbe a világba és a szívedbe, akkor az aggodalom és a bánat örömre változik. Jézus így szól tanítványaihoz. Mielőtt az édesanyákat állította elénk példaként. Bizony, bizony mondom nektek,
Ti sírtok majd és sajgattok, a világ azonban örülni fog. Szomorkodtok, de szomorúságotok örömre változik. A világ ma is egyensúlyra törekszik, és csak akkor van örömünk, ha ezt megkönnyezzük. Akkor van boldogság, ha azt megszenvedjük. Akkor van megváltás és élet, ha azt valaki meghozza, és azt pedig valaki elfogadja. Ennek bizony lehet örülni, és ezért érdemes szenvedéllyel szeretni és szeretettel szolgálni. Érdemes követni Jézust, aki bizony lehet mi életünk öröme, és ezért szenvedélyesen kell őt is imádni és tisztelni. Kövessük hát Jézust, aki ma is meghal és örökbe fogad téged, hogy neked és nekem örömteli, örök és teljes életed legyen. Amen. Imádkozzunk. Mennyei Atyán, köszönjük neked, hogy megismerhettük egyszülött fiadat, Jézust. Örvendünk és vigadunk, mert ő nem csak meghalt bűneinkért, hanem fel is támadt életünkért. Ezt az életet köszönhetjük édesanyánknak is, akit szeretnénk örökre szolgálni, de tudjuk, hogy ez mégsem lehetséges. Kérünk, te is vigyázz az édesanyákra, nagymamákra, keresztanyákra, kismamákra, és minden lehetséges életre, ami hordozza az üdvösséges megváltást, és egy jobb remény világ vágyát és szerelmét, amit mind szeretnénk. Így őrizd mindnyájunk életét, és a jövő héten vizsgázunk érettségizünk életét is. Amen. Fogadjátok szeretettel a gyermekek köszöntését. Nagyon szeretem anyát, mert nagyon kedves. Nagyon szeretem anyát, mert gondoskodó. Szeretjük anyát, mert nagyon kedves. Esti mesét olvas, puszítod nekem, az anyukám az én egyetlenem. Számomra egy nagyra tágítható ünnep ez, hiszen nem csak anyák, nagymamák, dédiket illet a köszöntés, hanem kismamákat is. Sőt, a leendő anyukák, a távoli jövőben babavárók, most még leányok szintén érdemesek rá. Szeretettel mindegyiküknek. Az én anyám a gyöngyök gyöngye, a föld legszebb ékessége. Olyan, mint a kelő hajdna, mint földre szállt őrző angyal. Csak egy van, ezért ez a világ legszebb szava. Édesanyám, szeretlek. Szeretlek, mert sokat segítesz. Nagyon kedves vagy. Kedves vagy, és szóval. Isten nem tud mindenhol ott lenni, ezért megteremtette az anyukákat. Drága édesanyám, nagyon-nagyon boldog. Anyát magát kívánunk, szeretnünk a csajot. Édes kisfiam. Imádkozzunk. Mennyei Atyánk, áldásod legyen életünkön. Hálatelt szívvel gondolunk édesanyánkra, akitől az életet kaptuk. Aki meg annyi éjszaka virrasztott mellettünk, ha éppen betegek voltunk. Fogta a kezünket, mikor iskolába indultunk. Olvasott nekünk esténként, elkészítette reggel a 10 órait, a reggelit. Urunk Istenünk, köszönjük, hogy van édesanyád, hogy emlékezhetünk őre. Imádkozunk mindazokért, az édesanyákért, akik előre mentek a te országodba. Áld meg a nagyszülőket, keresztszüleinket. Légy gyülekezeteinkkel, áld meg az érettségi vizsgára készülőket, ne engedd, hogy kétségbe essenek, hanem legjobb tudásuk szerint
adjanak bizonságot arról, amit elolvastak, amit megtanultak. Áld meg mindazok munkáját és szolgálatát, akik ma is biztosítják az élet feltételeit, megkönnyítik életünket. Imádkozunk gyülekezeteinkért, közösségünk felelősséggel hordozza a jövőt is, így gondolunk most imádságban az egyház szolgálatára is. Imádkozunk a betegekért, gyógyítsd őket, a kórházban helytállókért, ápolókért és orvosokért, az idős otthonokban szolgálatot tevőkért és mindnyájunkért. Adj kedvező időjárást, esőt a földnek és bőséges termést. Urunk, Istenünk, hallgass meg minket. Amen.